Hello mindenkinek, én Drake vagyok, és ez itt az első Mafia játszós videón lenne. No hát, vágjunk is bele. Csápromé, hello, te most egy dzsungel szigeten vagy, ahonnan ki kell, hogy juss, rendben van. Szabályok, ne törj blokkot, ne addolj be cuccokat, és az alapvető szabályok az azt jelenti, hogy igen, peacefulon kell lennie. És érezzem jól magam, rendben van, köszönöm szépen, a mapot Silix készítette, köszönöm neki. Game Rule Keep Inventory True engedélyezett, okés. Cuccaim, illetve chicken fejek, mondom, azok lesznek ezek szerint a pontok, hogyha gyűjteni kell őket. Jó, illetve cuccaim, jól van, sok jóság, Golden Apple és egy Smite 2-es kard. Na, öltsük is fel ezeket a jóságokat. Valamitől laggolok, mint a veszedelem, ez nem tudom mitől lesz, de ezek majd el fognak tűnni remélhetőleg az inventoryból. Nekünk mostanában szarakszik itthon, illetve a gépem is a nyári melegben túlmelegett, a nethez semmi köze, ezt már, ezt a netes baromságot már többet szeresítöm el. Na de, első feladat. Keres 3 darab gyémántot, majd 2 botot, és craftolj csákit, oké. Nézzünk körül. Lenni, stick, oké. Ott is látok chesteket, nem is egyet, hanem vagy 4-et rögtön, vagy 3-et, ez egy homoflop csak. Chicken head. És egy emerald. Ops, azt eldobtam. Az emerald egyébként nem tudom mire kell, arról nem írt semmit Silix, hogy mire jó. No. Föl gyorsan a felszínre, és vissza is. Na, igen, ezt a chestet néztük korábban. Még 3 emerald, valaki megmondhatná, hogy ezek mire jók. És látjátok, ezt mondtam, amikor arról beszéltem, hogy össze-vissza fogok nyomkodni. Na, mielőtt, igen, ez egy nagyon szép magyar megfogalmazás volt. Mielőtt valaki furcsán kezdeni, hogy miért van ráírva a chestekre az, hogy elek, hogyha megmutatom. Nos, ez azért van, mert a Faithfulnak egy átdolgozott változatát használom textúrpakként, amelyet Máté készített az MB-teamből, és hát gyakorlatilag ez ilyen trollkodós textúrpak, mindenféle baromságot tett bele, amiket így saját szórakoztatásra kitalált, úgyhogy ez azért van, ezek meg még mindig nem tűntek el. Eldobom őket, remélhetőleg akkor nem tűnnek el a testemről. Nem tudom, mi volt ez duplicate bug, de... Ó, és meg is vagyunk. És megint eldobtam a diát, mert ügyes vagyok. Hol van? Gyere vissza. Hey! Gyémánt lápoz. Gyémánt. Itt vagy. Nem ezek a katyáim. Itt vagytok. Gyertek vissza. Na. Oké, meg vagyunk. Gyorsan vissza, mielőtt legyen egy nagyon a HP-nk. Mondjuk remélhetőleg nem kell majd mobokkal megküzdeni, úgyhogy a HP-val mi a peacefulon kell játszak. Ezért a HP-val nem lesz problémám. Na. Ezeket eldobálom újra, mert nem fognak kelleni, és még belestem a vízbe, remek. Na. Azt mondja a feladat, hogy kraftoljak egy csákányt, rendben van, kraftolunk csákányt. The crafting table. És ez a helyes út, még ezt is ideírta, köszönöm szépen. Na, törjünk át ezen az obszi falon. Na, most kérdezem, átértünk. No, másfél óra bányászatot követően itt vagyunk. Ó, itt egy chest chickenheadekkel. 31. Második feladat, jump. Oké. Ha leestél, ne úsz át a másik jumpra, hanem úsz vissza akkor. Ezt most nem értem. Tehát ide az elejére kéne visszaúsz, akkor vagy a leess, arra a jumpra, amelyikre leestél. Mindegy, spawn pontot azért beállítok. Spawn point. Shop point. Oké, nem baj. Helyesírási hibát mindenki védhet. Oh, lag spike. Jól van, gyerünk. Oké, itt egy chest. Szorosan kilútoljuk. Itt csak skyrimeznénk. Na, gyerünk. Úristen, csak nem elsőre sikerült, de elsőre sikerült, anyám. Ilyen is ritkán van, én nagyon nem vagyok barátja az ugrálós dolgoknak, ugye ezt a bizonyos rage-et is azért kaptam. Ezeket az ásokat viszont elviszem mellett, hogy szükségem lesz rá. Oké, még egy spawn point. Ide le is dobjuk. Azt mondja, hogy harmadik feladat, ás. Oké, ássunk. Áskálódjunk. Na, itt egy crafting table. Meg sötét van. És ha véletlenül kiütök valamit, ez azért van, mert itt alatta dirt van, és nem, nem stone. Esetleg valahogy chest, vagy valami, semmi, mindegy. Wow, nagyon sötét van.
Hú, ezt YouTube meg sötétíteni is fogja. Nem tudom, ti mennyit fogtok látni ebből. Ó, itt egy chest. Nem lehet kinyitni. Bocs, nem tudom, hogy ezt, hogy te hogy gondolod, hogy ezt így kinyitom. Na, de nézzük, mert valami semmi. Akkor ennek nem is volt túl sok értelme, ennek a chestnek ide pakolva. No, el is tört az ásó, akkor kaparjuk elő a következőt. Úristen, rohadt sötét van itt. Na, gyerünk. Ó, oh, glowstone, ez az. Legalább látunk valamit. Na, rengeteg sok homok. Ezen keresztül áskálódunk gyorsan. Jól van. És megint eltört az ásó, na nem baj. Hát itt vagyunk, és mi van? És itt mégis hogy kéne kiussak? Hiszen itt csak egy blokknyi hely van, vasz? Mi van? Oké, emberek, bocsánat, de nekem itt törnöm kell, mert itt nem tudok máshogy kijutni. Na de nézzük, következő feladat. Van egy olyan érzésem, hogy mi lesz. Ó, köszönöm szépen. Kövi feladat. Hagyd telem ki, hogy igen, ugrálni kell. És még egy crafting table. Mik ezek a crafting table-ok? Mindegy. És wow, az ott mi lehet? Na majd meg tudjuk, amikor eljön annak az ideje, gondolom én. Ezt itt még kiszedjük. Na. Ouch. Igen, parkour. Nagyon béna vagyok benne, ugye? Ugyanúgy, mint az ugrálás, a sima ugrálásban, a parkourban is rohadt béna vagyok. Ahogy ezt mondtam. Na. Lássuk. Próbálkozzunk csak. Áú. Oké. Hát első mapos videósként, hogy úgy mondjam, ez talán még elnézhető nekem, de ez majd akkor lesz gáz, hogyha a jövőben is ezt fogom csinálni, és nyomni kellene azt a rohadt kontrollt, mert ugye nekem az a sprint. Oké. Gyerünk. Oké, itt nem nyomjuk a kontrollt, viszont itt nyomjuk a kontrollt. Úristen. Anyád. Na jó. Emberek, azt hiszem vágok egyet, amíg átérek a túloldalra. Na, nagy nehezen. De által értem, én a Tiszán. Ne tudjátok meg, hogy 20 percet szenvedtem vele, mire át tudtam menni. Na de, induljunk tovább befele. És tényleg bocsánat, hogy ezt kivágtam, de egyszerűen annyi ideig szenvedtem, hogy ez meg rettenetes volt. És volt már, hogy itt leestem, azt nem tudom, hogy sikerült, vagy legyalogoltam, vagy azért, úgyhogy teljesen elfogyott a türelmem. Na de, mi a franc ez itt? Ez mi itt? Random red sand. Hát, az hogy kerül ide? Elekes chestek mindenhol, spawn point, ez nem, mert nekünk nem lesz szükségünk szerintem. Nincsen úgy a mapon. Még több smarag, ezt még mindig nem tudom, hogy miért van itt. És nézzük, szerezünk 10 darab szenet. Nem szint, szenet. Na, véletlenül egy kő is kijött vele. Baj, remélhetőleg már annyira nem haragszik rám a map készítője. Miért egy kő is kijött véletlenül a szénnál. Na de, mire kell felhasználjuk olyan ezt a szenet? Valami kályhát kell vagy beindítani, vagy a fene tudja. Ja. Á, nem. Utolsó feladat. Akkor ez nem tudom, mire volt jó. Ne spintelj, csak kocogj. Hagytam ki, ugye ez az volt az, amit oldalról láttam, szóval ezen TNT van. Ezt nem spintelve nem lehet megcsinálni. Vagyis nem spintelve, azért próbáljuk meg. Nem, ez esélytelen. Ugyanis nem tudsz elég gyorsan a másik irányba lépni, hogy ne zuhanj le, úgyhogy ezt muszáj spintelve csinálnom. Nem tudom, hogyha neked ez sikerült, akkor bocsánat. Nézzétek meg, még spintelve se tudok. Menni. Na, úgyhogy gyorsan ki kell pótolni, még jó, hogy kijött az a három kő. Visszamászunk ide a placra. Áú, ez gyönyörű volt. Na. Ez nem igaz. Hát ilyen nincs emberek, én elnézést kérek, hogy ennyire béna vagyok ma este, mert én ezt ugye éjszaka veszem föl, mert máskor nem igen van időm. Na de talán most, igen, most is meg lesz. Ez volt nem az órában. Jó, van még itt egy kevés dört, amivel visszatudunk majd mászni ide a TNT ránra. Itten zuhantam le. Ez pedig azért van, mert a jobb klikkem néha szeret velem viccelődni, és kettőször érzékeli a blokkot, amit igazából csak egyszer tettem le. Úgyhogy ez azért volt. Na de gyerünk, ez most meg lesz. Ez az, nem, az, anyám, Isten, emberek, na gyerünk, másszuk vissza, aztán
ezt most már befejezzük. Na. Na jó, még egy utcsó feladat. Hé, nem az előbbi. Volt utolsó. Hazugság volt az életem. Na jó, gyerünk, csináljuk. Jaj, létrázás. Jó van, az annyira nem veszélyesen nehéz. Kivéve persze, hogyha én vagyok az illető, aki létrázik, mert én ritka béna vagyok, amint azt láthatjátok. Na de, gyerünk. Oké. Okay. Áú. Gyerünk, 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 már majdnem ott vagyok, ez az. Istenem, emberek, ti ne tudjátok meg, hogy mit tudtam szenvedni ezzel az egyszerű kis feladattal, de hát remélhetőleg első mapos videósnak megbocsátjátok. Na de, lássuk, azt hiszem ez a pálya vége. Köszönjük, hogy végigvitted a mapomat, Szilix lettem volna, és akkor Csövi, jól van, hello, map értékelése. No hát Szilix, nem akarlak leszólni, meg egyáltalán megsérteni sem, de ez a map nálam csak egy 5-öst kap, mivel voltak elég érdekes, illetve irreleváns részei. Na, hol kezdjük? Kezdjük az elején. Az a feladat, amikor csákit kell kraftolni, hogy átjussunk, az jó volt, csak úgy, mint az utána következő ugrálós, az ásásnál már voltak problémák, tehát az, hogy úgy volt megcsinálva a dolog, hogy nem tudtam kimászni, csak úgy, hogyha szétvertem valami blokkot, amiről ugye megtudom az egyik alapvető szabályt, ezért hát ez egy mínuszpont nálam, plusz parkőr az ugye kivihető volt, csak nekem rengeteget kellett vele szenvednem, úgyhogy inkább megkímeltelek titeket tőle, viszont a tízszenes feladatnak semmi értelme nem volt, tehát az úgy ott volt, még hogyha valamit be kellett volna indítani, egy kályhát, vagy valami, vagy egy trap chestbe betenni őket, hogy a fenet ugye elindítom valami mindcard, vagy ilyenek, akkor jó lett volna, viszont hát ez így annyira nem lett volna jó, és nem volt jó, viszont ami utána jött, az tetszett a TNT-rán, viszont nem hinném, hogy ezt bárki is kocogva meg tudja csinálni, hogyha te meg tudod csinálni, akkor csak én vagyok a béna, és elnézést kérek, itt van még Chicken Head. Viszont összességében nem volt rossz kis map így elsőre. Itt ezt megmászni, ez így egész vicces volt, csak szintén megint sok időbe került, úgyhogy... azért vágtam ki. Na de map értékelését ugye megvolt, és hogyha kedvetek van, akkor nézzétek fel a csatornájára, illetve mennyi chicken fejem van. Nos, a spawnál volt 4 emlékeim szerint, vagy 2, a fene tudja, itt van nálam 90, plusz még itt van 6 darab, tehát ez azt jelenti, hogy 98, avagy 100 darab chicken fejem van. Úgyhogy hát szerintem elég jó csikenfej mennyiséget sikerült szereznem, most már biztos körülöznek az állatvédőkért, annyi csirkét lefejeztünk. Na de, már kb. Ennyi fér bele, hogy ez lettem volna mára én, Drake, ez lett volna itt az első map végigjátszós videóm, és kérlek mondjátok el ti is a véleményeteket a komment szekcióban erről a mapról, adjatok egy pontot neki, és indokoljátok meg, hogy miért annyit adtatok, valamint hogyha egyéb észrevételetek van a videóval kapcsolatban, akkor azt nyugodtan tegyétek meg egy komment formájában, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok föl, hamarosan jövök a következővel, addig is, sziasztok!